A 21. század egyik legnagyobb kihívása az, hogy az ifjúsági közösségeinket a virtuális terekből tudjuk visszahozni a valódi földrajzi és fizikaiakba. Ennek a küldetésnek és feladatnak megkerülhetetlen eleme a sporteseményeknek a megszervezése, hiszen a sport az mindenkié és minden célközönséget közösségbe képes hívni. Ezért az ifjúsági szervezettel nagy hangsúlyt fektetünk mi is ezekre a rendezvényekre, és itt ma Badallóban a helyi közösség részéről érkezett egy kérelem az ifjúsági szervezet elnökség irányába, Dankai Péter vezetésével, hogy szeretnének egy nagyszabású kispályás labdarúgótornát szervezni. Ehhez mi minden lehetőség szerinti segítséget megadtunk, és a csapat létszám ma ennek a tornának azt bizonyítja, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy ebből hagyományt teremtsünk, hiszen 14 csapat jött el ide ma Badallóba. A kistérségnek a földrajzi nevét biztosítja a Beregszászi kistérség, viszont nem csak a Beregszászi kistérségből vártak ide a szervezők csapatokat, így egészen Tiszaújlaktól, Dercenen keresztül más településekről is érkeztek ide a csapatok. Én bízom benne, hogy parázsmeccsek és egy nagyon szép napot tölthetnek a fiatalok így el együtt. Reméljük, hogy ez a torna hozzásegít még ahhoz bennünk, hogy megpróbáljuk visszahozni a régi szép időket, hogy mindenütt a Beregszászi járásban valamilyen szinten működjenek a futballcsapatok, köztük Badallóban is. Ugye önök itt a házigazdák, beszéljünk egy kicsit a lebonyolításról. Nagyon sok csapat van, hogy milyen formában valósul meg itt ez a focikupa? Hát azt mondom, hogy túl sok csapat van, mert ha úgy ahogy akartuk volna, csináltuk volna, akkor eltartott van 9-10 óraig este. Úgyhogy a lebonyolítás most úgy van, hogy van három csoport, két csoportban 5 csapat, egyben 4, és mindenki a csoporton belül játszanak egymással, és utána, ahol 4 csapat van, a 4-2 csapat, tovább az 5 csapatosokból pedig 3, így jön ki a 8 csapat, és a kieséses rendszert azt már meglássuk, hogy 15 perc lesz egy fél idő, vagy 2x10. Ugye egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, akár a koronavírusról gondolunk, most egy másik hullám előtt állunk. Miért fontos ez a falunak, hogy végre van valami kulturális megmozdulás itt önöknél? Hát nagyon fontos. Lényegében Badallóban az idején nem történt semmi, csak a pünköst második vasárnapján a Vasas Fradi, az egy nagy ünnep nálunk, és más nem, hiába próbáltunk programokat szervezni, csak hát ez a pandémia mindent keresztül húzott. Úgy volt, hogy ma is lesz egy szüreti bál, de sajnos, hogy bekerültünk a sárga zónába, a szüreti bál elmarad, de hál' Istennek eztet meg tudtuk rendezni még a kispályás labdarúgó tornát. Először is szeretnék gratulálni a KMKSZ ifjúsági szervezetének ez a jól megszervezett foci tornához, hisz manapság 14 csapatot összehívni, ez nem kis feladat. Remélem, hogy szép napnak nézünk elébe, eredményesnek, szép játékot fogunk látni, és hát úgy gondolom, hogy nagy szükség van az ilyen rendezvényekre, hisz nevelő jellege is van, mindenki küzd a saját csapatjáért, a kollektív szellem kell, hogy érvényesüljön, tehát mindenféle szempontból hasznos és szép dobogtató látni, hogy ma itt Badallóban hát több mint 100 játékos van, vesz részt a küzdelmekbe, csak itt tovább, fiatalok.